Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban szeretnék megmutatni néhány utcai interjú részletet, amelyben fiatalokat kérdeznek randizással kapcsolatos szokásaikról, majd ezután megosztanék néhány cikket, ami kifejezetten a mai úgynevezett hiperszexualizált világgal foglalkozik. Ennek a káros hatásaira akarom felhívni a figyelmét mindenkinek, különösen a hölgyeknek. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja. Mondhatnánk azt, hogy ez a téma, ez az ajándék, amelyik csak folyamatosan kimeríthetetlen forrása ez az információnak, illetve ezeknek a videóknak. Én úgy gondolom, hogy azért, mert ez az egyik legfontosabb eleme az ember életének, amelyet a legegyszerűbb elrontani, amelyet azután igen nehéz visszacsinálni. Akkor érdemes mindenkinek átgondolnia azt, hogy vajon mi is lenne az életnek a normál menete szexualitás terén, párkapcsolat terén. Kétlem, hogy bárki is gondolkozik ezen, vagy olyan nagyon sokat töprengne azon, hogy ó, vajon mi lehet a normál menete az életnek ezügyben? Egyáltalán honnan is lenne normál menet, vagy valamiféle normalitás az emberek fejében, hogyha elfordulnak a teremtőtől, aki meghatározta azt, ami a normális, illetve azt, ami nem az. Megpróbálhatunk kialakítani magunknak normákat, mondhatnánk, és meghatározhatjuk azt, hogy mostantól kezdve ez így lesz, és ez így helyes. Azonban nem lehetünk biztosak abban, hogy az új van. Ezért lenne érdemes mindenkinek megnézni, hogy mi az, amit ő meghatározott. Még ha nem is fogadjuk el a Bibliát igazságnak, legalább mindenki ismerhetné, hogy mi a teremtőnek az elgondolása. Tegyük fel, nem fogadja el, hogy ő a teremtő, de akkor is lenne egyfajta iránytű a kezében, hogy mindig arra visszagondoljon, hogy rendben, ezt olvastam ott, vajon az, amit csinálok, az összeegyeztethető-e azzal, és melyik a jó, melyik a helyesebb, melyik az, amelyik számomra jobb eredményeket fog biztosítani, akár rövid, közép vagy hosszú távon az életben. Most, hogy ne kelljen senkinek túl sokat kutakodnia, meg keresgélnie, én megmutatom, hogy mi az, amit Yahusha HaMashiach, vagy Jézus, ahogyan az emberek többsége ismeri, mondott, és szándékosan nem megyek vissza a teremtés történethez, mert esetleg vannak, akik nem fogadják el, vagy az Ószövetség, én azt is megértem, ezért inkább egyből itt kezdem. Mi az, amit ő mondott, talán ezt a többség elfogadja. És érdemes a keresztényeknek is elgondolkozni azon, hogy vajon az ő vallások, az, amikben ők részt vesznek, az mennyire tartja szem előtt ezeket a gondolatokat, mennyire követeli meg a hívektől, hogy ezek szerint éljenek. Attól tartok, hogy egyáltalán nem. Ez Márk 10-es fejezet 6, de Máté 19-es fejezetben is megtalálható ez a gondolat. A teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonyjá teremtette őket az Elohim, annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és a kettő lesz egy testé, azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért, amit az Elohim egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb felelőtlenség az a mai szülőket jellemzi, utána persze természetesen a gyerek, de mindenképpen a gyerek az, aki viseli majd a tetteinek, illetve a cselekedeteinek a következményét, de a felelősség a szülőket terhelő azért, hogy nem nyomatékosítják eléggé azt a gyerekben, hogy ez egy komoly dolog, ez nem csak egyszerűen szórakozás, vagy élvezet, hogy találom ezt, találom azt, együtt járok ezzel, azzal, hanem ez egy komoly dolog az életben. De honnan is tudnák, hogyha egy olyan társadalomban nőnek fel, ahol ilyen tanácsokat kapnak, mint amit olvastunk az előbb. Figyeljen arra mindenki, hogy mi az, amiről beszél ez a fiatal hölgy ebben az interjúban. Olvashatja mindenki a kép alján. Data guy who had a promiscuous past or was a virgin? I would say promiscuous. It's always good to have, like, experience. I value that. Okay. How much experience we talking here, though? Are we talking about account? Realistically. I don't know, like, personally, it's, like, 15, so around that, like, 10, 15, even, like, 3, I don't know. Wait, you're saying your body count's 15? Yeah. So I would and you're how old? 21. Okay, fair. I mean, that's why I don't mind like a guy who's like promiscuous, because from this like
for looking at the standards, I kind of am. So I cannot be like hypocrite and ask for a virgin, you know? But why do you think most women are afraid to share their body count? Because they're being slut shamed all the time. And I fucking hate that. It's the worst. So why don't you care is the question? Because I want to change people's mind. Like, if a guy has a body count of 15, he's going to be like everyone's going to be like, "Ooh, like, dude, like, you're good. Yeah. Like, good for you." If a girl says that, it's going to be like, "You're such a slut." I don't care. What if I'm a slut? Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 25-94, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutja.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!